reggelt, főnök! Jó reggelt! Pálinkás, jó reggelt! Szavasz öreg! Szavasz öreg! Öreg az öreg apád! Ez engemet érdekel. Egy ilyet is félre teszek. Ez már valami. Ez angyalnak a szárnya. Józsi, van nekem való dologot? Vannak jó dolgok? De hát ide föl a mérlegre, jó? Szavaztok, mit osztatok? Hogy van a gyomrod? Már jobban, tegnap szarul. Hoztam valami orvosságot, jó? Próbálja meg ezt, aztán ha jó, akkor vegyen belőle egy dobozzal a patikába. Reggel vegyen be két szemet. Ilyet szedett már? Nem. Nem. És a dohányzással mi újság? Marad a régi. Nem szabad, nem szabad, nem szabad. Ha nem fog menni az asszonnyal se. Dehogy nem. Nem az fog menni, jövőre már most csak kettőször tudsz hetente, jövőre már egyet se. Az lehet. De még most. Na, András, itt van a szajré. Ebből lesznek a kincsek? Ebből lesznek a kincsek. Szevasztok! Na, megjöttetek? Hoztál valamit? Neked is hoztam. Nézd meg! Nézd meg, nézd meg! Te, mint boros gazda, vedd csak ki egy bortartó valami. Látod? Bortartó szekér. Megpucolod is az asztalra. Ez nagyon jó. Asztalra mindig erre vágytam. Ugye? Másra nem is vágytál. Az életben. Nagyon jó, de szerintem még vannak ott érdekes dolgok, úgy nézem. Hát vannak, hát de nem neked hozom mindent. Nem, neked, nekem. Neked. Na fogd meg és tedd az asztalra, jó, hogy üdvözöljem a húgomat. Szevasztok, szevasz. Szevasz, na ez a te napod. Ebben még mi van? Nyisd ki. Ja, hát vannak ebben csavarok. Te ezt elhoztam így, mindig kell csavar, kidobják. Ebben répom az őtét. Hozd ki a húst. Tedd oda le, vagy ide, ahol a lábam van. Fújni. Hozzuk a hagyat? Ne, itt van minden. Figyelj ide, számíts ki. 4 kiló hús, 20 embernek, hány deka jut egynek? Na, igen. 4 kiló hús volt? 20 személynek. Ja, mennyi jut pro person? Kérdezd meg apádat vagy bandit, hát ha ők tudják, ők mérnökök. Egy kapura, két kapura játszunk. Főleg Ingolstadtban. 45 éves koromig futballoztam az Ilahi Kórház csapatába. Aztán azóta csak így, ha van. Alkalom. Na, menjünk főzni a gulyást. Ez most mire való? Azt nem tudom még előre. Semmiről se tudom előre. Az ritkán van, hogy úgy megyek, hogy valamit keresek. Keresek egy rugót, vagy Krisztus fejére glóriát, de összeszedek dolgokat, amit csak sejtek, hogy mire való. Figyelj, de ezt kiöblítem, és inkább majd ebbe tartsd a főzőkanalat, mert jobb a súlypontja, mint annak a lábosnak. Kevésbé fordul ki belőle az a mozgalmát. Mi a véleményed például, hogy hogyan jobb? Ezzel vagy enélkül? Én szerintem olyan, mint egy popasztó a csirke így, ugye? Igen. Vagy ezt teszem, nem. Másik vagy mindenképpen ezt. Jobb. Másik jobb. Körülbelül én is így látom. És a bóbitát nyugodtan hagyhatjuk.
Bobit az... Hát egy lépésben fejlő. Van egy ilyen gázló madár. Nyitható-e hátul a szárnya, még nem hegesztve? Nem nyitható, jobb, ez oda fogom hegeszteni, és akkor így marad. Ez egy olajfának, tehát oliva olajfának a tuskója, a gyökere. A természet, a szú, és utána jövök én harmadiknak. Elég amorf anyag. De nincs összehegeszve, nincs összecsinálva még. Természetben, Jóska, a gyökere a fának akkor, mint a koronája. Jó, de a mi gyökereink le vannak metszve. Ugye a mi erdélyi gyökereink már csak a mélybe vannak, a többi meg van nyírbálva. Na, megkóstoljuk a gulyást? Van itt a kovajúr, Bandi. Hát akkor ide gondolom. Ide akárhova ülhet, nyugodtan, mert érik volna. Már megitták, mi? Na, ezt nem is néztem, hogy ez milyen falu. Érszakácsi. Akkor na, ez már magyar, az érmellékem. Ez már érmellék. Na, itt kell nézni azt a piros házat, az a Rudi bár, ugye? Itt volt a Rudi bár, és itt van Rudinak a háza. Jó napot, Rudi! Tiszteletem! Tessenek valamik egy gyűjtött utóbbi időben. Ami jött, ment is, jött is azóta. Na, körülnéznénk egy nyugodtan, tessenek. Jöjjön csak velem. Jó napja. Na, ment, olyan jött, ment, jött. Vala, amit nem láttam. Hát majd minden megfelelően. Az ilahi. Az ilahi korsó. Igen. Egy olyan én mit kér? Nagyon keveset, uram. Keveset. 1000 forintot sem. Ajajaj. Na. Belet ides nézni. Itt valami újdonság. Hát ezt ilyen lehet nézni. Hát a légyfogó. Légyfogó. Aha. Mennyi egy ilyen légyfogó? Hát azon 2000 forint, 1500 forint, tetszik tudni. Aha. 2000-é a korsót, meg ezt? Tudja, jó, hogy engem a cserép érdekel. Hát nem baj, előttem majd telefon. Van ott a nekem lent cserepe, mindjárt oda érkezik. De hát a jó cserepet is, amit a sifonba, a kaszliba dugott. Ez is zilahi korsó. Ezeket hol szedi fel? Hát összevisz. Hát balla, panit. Hát igen, zilak környékén. Kecel. Ez mennyi ilyen betegen? Hát 1000 forint, mert én a vásárba ezt jól eladom. Minden 1000. Ez itt mellette, ez olyan. Cseréphez nagyon kell értem. Az üveg és a cserép az, ami nem meg, könnyű. Meg a nőkhöz. Na, 6-os. Mi az a 6-os? 1000-be. Hát 4500. Vagy kevesebb? Hát nagyon kevés. Hogy? Hát az elébb így. Így mondtuk. 8000, hát 7000, hogy nem mondja a doktor, hogy 7000. Adjunk olyan sokat? Hát én azt mondom, hogy... Alkudjál. Hát nem tudom, hogyha ebből lehet még alkudni. Ez jó nagy üzlet lett nekem. A barátság, csak a barátságért. Jó az, jó az úgyis. Jó az úgyis. De nézzem meg, mennyi pénzem van. Nem jaj, baj, Rudi. Jó, a román pénz is nem muszáj. Maga a juhász, vagy a tulaj, vagy micsoda? Hát én a tulaj volnék. Jó napot kívánok, Sipos doktor vagyok. Hű, de szép botja van. Nem adja el? Annyira nem eladó. Én gyűjtöm az ilyeneket, tudja. Hívja már ide azt is. Ja, gyere erre. Figyelős. Szégyellős? Hát, ha meg tudunk alkudni. Nem árulnak ilyet mostanában? Á, ritkán, igen, csak nehéz találni. Nehéz találni, mi? Jó napot, mutassa csak azt, az már inoxból, mi? Igen, más, az pergősebb. Inox, pergősebb? Igen. Lássuk meg, hogy működik, vagy ne? Hát nem veszünk olyan dolgot, ami nem működik. Azt a mindenki. Adja ide a kalapját. Úgy né. Hát ha azt ismerik. Megy a kutya is. Majdnem sikerült. Rossz a bot. Csak felítéri, nem működik. Hát. Na, mit adjak ezzel a botért? Így, hogy nem fog már csak kisbárány. Egy kisbáránynak az ára. Az mennyi egy kis bárány? Egy 10000. Mennyi legyen? Egy rendes árat mondja. Na, mi? Na most mennyi legyen? Ha ezen akar meggazdagodni. Nem, ezen akarok, ezen már nem. Egy 3-as.
3000. Hogy? Ez nagyon kevés három. Ez mennyi lejbe? Ez még 50 lejse. 3 doboz cigaretta. Ide. Na, egy 50-es lejbe. Na, legyen a magája. Nem olyan könnyű az élet. Na. Isten áldja meg. Hát jó bótot csinál. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Örülünk, hogy láthatjuk a doktor urat, kedves Vera. Feleségét. Eltelt az idő. Vén boszorkány, igaz? Azt se gondolta, hogy annyi év után eljövök, felkeresem magát még, igaz? Ebben csak van valami, mert voltunk ott 16-an, azt hiszem, minden szakumpak. Igen. Na, és kit kerestem fel, a Verát, meg esetleg Lenucát, ugye? Igen, tehát maguk voltak azok, akik nyomot hagytak bennem, ennyi év után pedig, higgyel, Németországban is dolgoztam sok nővel, sok lányjal, sok mindennel, de tényleg magukra szívesen emlékeztem. 1970-76 volt körülbelül, 40 éve volt majdnem. Én rendeltem a poliklinikán. Nem mondtam, hogy na, akar dolgozni ott nálam a fülorgégén, aztán kézzel lábbal jött mindjárt. Akkor Vera fogta le a kölyköket, aztán, hogy ne rukkapáljanak egy-egy mandula gyűjtétni az ölibe. Vera, és a doktor úr nekem azt mesélte többször, hogy volt olyan, hogy egyszer kijöttek a kórházba, és akkor onnan elvitték a kórházból őt. Olyan csendesen történt az a dolog, hogy... Mert beszéltünk, az ember ilyesmit nem mond el. Na, ugye, akkor a doktor úrnak kellett menni. Csak azért volt a házkutatás, hogy miért gyűjtöm ezeket a dolgokat, hogy ezek magyar népi emlékek? Ezek milyen, és kivel? Ugye jártam gyűjteni egy magyarországi gyűjtővel, Debrecenből. Hú, hogy barátkozok én magyarokkal? Akkor visszavonták, volt útlevelem nyugatra, akkor kint nem maradtam volna ki, akkor mint turista visszajöttem volna. És ezért öntöttem el, hogy kint maradok. Váratlanul ment el a doktor úr? Meglepődtek ott az osztályon, akik ott dolgoztak. Igen, így volt az biztos, mert ugye egy jó orvost az ember mindig sajnál. Kimentem a Marikával, ugye Marika szegény, olyan állapotban van szegény, hogy szomorul, már úgy értem, hogy pszichésen zavart teljesen. Na, és hát új életet, új családot igyekeztem, és a fennvaló, ezt a nőt, hogy hívják, abba kergette, és hát... És a doktor úr meg ő hozzá. Ő hozzá. A fennvaló így rendelte el. Itt valamelyik blokkban laktam egy-két évig, Polixéniával, aztán Bukarestbe mentem én egy évre egyedül tanulni. Hát engedem ezt a... És talán épp ebben az épületben voltam, ha jól emlékszem. Aztán állandóan az egész zila akkor egy nagy munkatelep volt, építőtelep. Az operáció, egy pincehelyiségbe folyt a régi kórházba, állandó ágyaim nem voltak. 10 évet ilyen körülmények közt éltem, és akkor felépült az új kórház, és engem bíztak meg, hogy felszereljem, beindítsam személyzettel, szabad kezem volt. Azóta sok minden változott itt. Lássuk, hogy hol vannak a doktor. Itt van Lenuca. Hajlenuca, szete pup. Ez volt az én kedvenc asszisztensnőm. Ővele csináltunk mindent. Pronám fakultatul, hanem csak ott majd, mint test.
Amint este, nu spuikanuk. De la cel mai micac până la ultimul dulap. Minden szekrényig együtt tologat. Hát nem, nem mi tologattuk, de... Aici, nu? De păi, nu fost nimic, nu, csak a falak voltak, ugye? Üres falak, mi rendeztük be? Nici, noi am înzestrat. Da, nici tot. Scări nu au fost spitalul. Pentru scările nu erau. Nem volt még, lépcső se volt, szervusz. Pista, szervusz, szervusz. Sokat hallottam. Én vagyok a pap Pisti. Én vagyok a pap Pisti. Mert úgy ismernek, mint Füles Pista. Mert... Így voltam elnevezve, Zila, hogy a Füles Pista. Nem is nagy a füled. Nem, nem. Csak a nyelvem. Hasad meg a nyelvem. A nyelvem az a nagy. Na. Úgyhogy hát örülök, hogy megismertelek. Én is, hát valaha ezekhez a dolgokhoz nekünk is van egy kis közünk Lenn utcával. Igen. Itt ez félkészen volt kész ez az épület. Én tudom, én azt napítom, mentél a műszerek után is, hogy behívtad hazulról Lenn utcát. Igen. És a gyerekhez küldtél más valakit, hogy legyen, aki átvegye, és aki beállítsa rendesen a dolgokat, a vezetést. Én ezeket is tudom. Nekem általában még az első években sok beteg jött vissza a Sipos parafával. Uh-huh. Akik túlélték a műtétet. Nyom van. Nyomot hagytuk, jó vagy rossz nyomot. Van, és az egyedüli nyom az most Lenn utca. Igen. Mert ő a, hogy is hívek, ő az, a kontinuitás. A kontinuitás. Átvett, mint második mama. A lelépés, olyan olajra lépés, hogy így nem mondjuk. Volt egyszerű, hogy nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű. Innen elvezettek egyszer fényes nappal, kijött két szekus, igen, elvezettek. És erre azt mondtam, hogy megyek mindenképpen, és elkezdtem ezt szervezni hosszú időt, és kapura jött ez a leány. Ugye, műtöttem, nagyon hálás volt, és kiderült, hogy a nagybátyja egy nagy fejes, akinek barátja az első szekretár itten, tudod. És akkor, na hát addig jártam a nyakukra, még intéztek egy útlevelet. Így tudtam kimenni akkor. Na hát... Látom, hogy valamik még maradtak, amit együtt gyűjtöttünk Vilivel. Mindennek valamit gyűjtettetek. Nagyon tetszik az a korsó, még így töretlen is. Igen. Nincs honvágyad? Hát nincsen honvágyam, az már rég volt. Ugye kimentem Németországba, nekem volt egy magyar kultúrám. Ott én azt láttam, azok tudnak beépülni oda, akik nem vittek magukkal semmit, nem vittek a magyarság tudatot, nem vittek kultúrát, nem vittek műveltséget, és nem voltak gyökereik, nem voltak vasgyökereik, érted mi az? Nem voltak vasgyökereik, amely a magyarsághoz vagy Erdélyhez húzott volna, és ezek aztán nagyon szépen beépültek, a gyerekeik már németek lettek, és kész. Tehát akinek ilyen néprajzi kötődés egy gyűjteménye volt, mint nekem, és hát egy bizonyos színvonalú, annék, hogy felvágnék, hát egy bizonyos kultúrán műveltségem van, csak is az anyanyelvem, a magyarságom köré akartam élni vissza, és ide persze, hogy ide már nem kíván az ember jönni. Tovább folytatni ezt, eleget gyötörtek a magyarságom miatt is, úgyhogy te is tudod, hogy piszkáltak engem, erről tudsz, vagy nem tudom mennyire, mert nagyon nem beszéltem azért, de csináltak a törvényszéken egy ügyet, csak Béres volt az ügyész, ismerted Béres Jóskát? Béres Jóskát, és felhívott egyszer, azt mondja, te elsimítom a dolgot, de nézd, itt van egy csomó vád ellenet, hogy kikérdezték a betegeket falun, hogy mit vitt Siposnak. Mi voltak a Securitate, Iván elvtárs, tudod. Ismertem. Hivatott engem is. Ő volt a főszekus. Azt mondták, hogy egy év börtön, vagy dolgozzak nekik, tudod. Hivatott egyszer, hát kibújtam, aztán túléltem. Na. Isten hozott szervus, benneteket. Szervusz, Sándorkám, szervusz. 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 Szervusz.
Na, örülök, hogy látlak. Örülök, hogy látnak. Én is. Szép helyen laktok. Hogy utaztatok? Hát, jó, jó idő volt, úgyhogy, köszönöm szépen. Én is tulajdonképpen eredetileg úgy jártam, mint te. Igen. A 70-es években kezdtek megfigyelni. Épp úgy, mint tégedet, rám is, rám szállt a Securitate. Miután a bátyám nyugat-német állampolgár lett. Sokan barátaim voltak, akik megfigyeltek, akik rólam referáltak. Irodatársaim, rokonaim, szomszédaim, mint a mezédoktor. Igen. És aztán csak utólag láttam, miután kikértem a Securitate-tól a papírokat, hogy a kolléganőm az irodából azt referálta írásba a Securitate-nak, hogy Kozma Sándornak most is az osztrák-magyar monarchia van. De ilyen felkérésed nem volt, hogy dolgozz nekik, és nem. Cserébe, békébe hagynak? Nem, mert így megkörnyékezni, mert sokszor... Nem, mert ugye... bizonyosan hosszú ideig voltam megfigyelve, és nagyon jól tudták, hogy te nem vagy az ő emberük. Igen. Nem lehetsz, igen. Iván úr is egyike volt azoknak, aki ügyködött ezen a téren. Igen, mert ő kimondottan az értelmiségekkel foglalkozott. Így igaz. Zilahon lakik. Kértem a sógorától a telefonszámát, nem adta ide. Azt mondta nekem, hogy adjam én meg az enyémet, mert fel fog Iván úr engem hívni. Erre megadtam az én számat, semmi hívás nem történt. Na most becsengett. Aló, bună ziua. Cosma sunt de la Zalo, doamna Pop. Am mai vorbit eu cu soțul dumneavoastră și mi-a promis că fratele dumneavoastră, domnul Ivan, numărul este, are acolo număr fix? Vă rog. Da? Mulțumesc foarte mult. Na, ez... A felesége, én a férjével beszéltem, ez kedvesebb volt. Megadta az itteni zilai telefonszámját. Mit mondok erre? Nem. Azt mondja, azért nem hívott vissza, mert hogy a kórházba volt, most jött ki. Akkor fog eltűnni, gondolom. Hát akkor felhívjuk majd, nem? Én nem vállalom, idegileg engem úgy kikészít ez az egész dolog, nem vállalom a konfrontálást most. Hát már holnap? Holnap más programunk van, nem vállalom. Nem vállalom idegileg, megviselnek ezek a dolgok már. Mert olyan nyomot hagynak, hogy ott ez a dolog, hogy örülök, ha nem látom őket. Igen, ezzel én is így vagyok. Hogy de hát amikor... szó, azért kerestük igen. őt, hogy ők... őket kamera előtt összehozzuk. Ezt én értem, hogyha előre ezt tudom, megbeszéljük, stb. Igen. De hát pont, hogy tettél lépéseket azért az ügyben, hogy megtaláljuk. Akkor nem tudtam, hogy ilyen idegállapotba hoz ez a dolog. Nem akar a Jóska a tartótisztjével. Várjál! De... ez felkavart engem annyira, hogy én nem vagyok hajlandó szembesülni. Engem vertek az őrmester gyereke, mikor 8 éves voltam, a román őrmester. Én 40 és 44 között nem kerültem át Észak-Erdély magyar területére. Én Romániában nőttem fel, amikor a magyar gyűlölet a leghevesebb volt 40 és 44 között arat körül. A román gyerekek vertek. Utána a kereskedő apám miatt kidobtak a kisből, vagy insz, vagy hogy hívják, feldolgoztak nyáron. Tehát hány ingerem van, hogyha most én ezekről újra meg újra beszélni kell, és ha újra látom azokat, vagy azt a személyt, aki engem annak idején macerált. Erről van szó. Hát itt van a Iván. A tartótiszt, itt van. Az bejött. Egyelőre ennyi van. Na gyere, most itt lesz egy vizsgálat, úgyhogy talán több, ha lezárjuk egy kicsit.
ez a tartókiszt. Ahogy meséltétek, ez az Iván Johan volt a tartótisztje, igaz? Ő akarta beszervezni, elmondása szerint. Ja, igen. Beszervezte, igen. Ő akarta beszervezni őt. Na jó, hát másokat biztosan tartott, tehát tartótisztnek tartótiszt. Őrnagyi rangja volt, aztán 77-től és 83-tól alezredes. És ez egy bölcsész ember, román nyelv és irodalom szakos. Magyar irredentákkal foglalkozott, tehát ő végig akkor hatalomba lehetett. És akkor itt tartalékosra helyezték, itt a rendelet száma. A bejegyzések szerint 92-ben lett ezredes, tehát mint alezredes vonult nyugalombos, 92-ben ezredesi rangot kapott. De hát ennek nyoma kell legyen. Itt van, látod? Aha. Kolonél. Igen, 91. november 1-től. Ne, azt mondták, hogy ne lapozz, hogy gyorsan vett kiakadhat. Ja. Ilyen vigyázni kell rá. Kivacsi Fila az ramasz. Fogtatékos. Egyébként megfogtatékos. Csak érdekes, hogy mindig. Hát öt? Vaj, de mindegy, szóval pálid a koma. Sápat vagyok, mint egy beteg egér. Tisztelettel üdvözlöm a kedves nézőket, Minden napjaink című műsorunkban, a Régió TV magyarodásában. Ma délután Sipos József orvossal beszélgetünk. Első ízben rendezzük meg Zilahon a fazakas találkozót, vagy fazakas vásárt. Doktor úrnak is lesz egy előadása a zilahi díszkerámiáról, a zilahi fazakasságról. Híres, neves gyűjteménye van, melynek egy részét a Szilágyságban alakította ki. Akkor itt divat volt, hogy a hálás beteg megajándékozta az orvosát egy-egy népművészeti tárgyal. Igen. Így azt előfordult, hogy kaptam egy díszes tányért, vagy egy hímzett kötényt, vagy valami faragott tárgyat, és egyre inkább kezdtem érdeklődni ezek iránt, a tárgyak iránt, elkezdtem tudatosan gyűjteni, és hát előfordult, hogy miután meglátogattam egy műtét után a beteget, felmentem a padlására, aztán a szomszédok padlására, az egész utca padlására, vagy az egész falu padlására, így lett belőlem egy szenvedélyes gyűjtő, egy szenvedélyes, notórikus padlásjáró, és erről a szenvedélyről nem tudtam lemondani a mai napig se. 80-ban disszidáltam, elhagytam az országot, de miután német állampolgár lettem, rendszeresen jártam vissza gyűjteni, most már nem csak a Szilágyságban, hanem egész Erdélybe, Kalotaszegre, Székelyföldre. Akkor kikerült a gyűjtemény is egyszerre, hát, vagy mi lett annak a sorsa? Én egy életen át csempésztem, bevallom őszintén, csempésztem Németor, csempésztem Magyarországra, csempésztem Németországba, Németországból vissza Magyarországra, vagy ha sikerült lekenyerezni, hát lekenyereztem a vámosokat. A gyűjtők egy életet rááldoztak arra a munkára, hogy ez egy helyre kerüljön, és mégis hallunk olyan eseteket, hogy megvásárolják kereskedők vagy aukciós házakban, újra nyomavéz gyakorlatilag. Egy nagy gyűjtő például a közelmúltban ott Magyarországon elárvereztette az egész gyűjteményét. Ilyen is van. Én... Most már hát néha szaporítom a skanzennek az anyagát is. A Debreceni Déri Múzeummal voltam olyan kapcsolatban, hogy átadtam nagy mennyiségű anyagot. Dr. Sipos Józsefnek köszönöm a jelenlétet, viszontlátásra. És a lehetőséget. Bínyeem vorbit, pincos. Bínyeem.
Multibene. Majd ami nem jó, azt kérdezik. Meg vagy elégedve, te vagy a fő kritikusa. Igen. Hát az elején, igen, akkor ott egy kicsit feszült voltál. Na. Nem, feszült csak akkor vagyok, hogyha Ágota kínoz azokkal a dolgokkal. Akkor feszült leszek, mintha nyúznának, úgy érzem. Na. Nos, Balázs, mi is, mivel nyúzza önt az Ágota? Nagyon érdekes ez a téma. Mi az, amivel nyúzza önt az Ágota? Politikai múltammal. Ahogy nagyapádat is be akarták szervezni, engem is be akartak szervezni. Hát hogyne, nagyapámat el is zárták. Hát engem csak ijeszgettek, nem zártak be, mert fülorgégész nem volt sok. Órás lehet, hogy volt több, de fülorgégész kellett, tehát be nem zárhattak. Csak úgy egy kicsit nyomogattak le, hogy ne ugráljak, ne legyek itt szószolója a helyi magyaroknak bizonyos fokig, ugye vadásztam, apád nem volt ott, néha vele is, Mezei Laci bácsit ismered, a fogorvos. Hogyne, fogorvos. Mezei Lacival, meg a volt feleségemmel meglőttünk egy nyulat. És mire odaértünk a kocsinkhoz, azt ott hagytuk, ott várt két rendőr. Irattak egy jegyzőkönyvet. Én azt írtam, hogy azt hittem, hogy egy kóbor kutya, és meg akart harapni, és lelőttem. És a jegyzőkönyvet, hát elvitték. Eltelt egy hét, és a fő szekus, ugye, hivatott a messzes kabanába, és röhögve mondta, hogy olvasta a jegyzőkönyvemet, de tiltott helyen vadásztunk, ezért egy év börtön jár. És hát dolgozzak nekik, akkor visszakapom a fegyvert, és nem zárnak be. Nevetve mondtam, hogy hát én nem vagyok alkalmas ilyenre, én nem vagyok olyan felkészült. És akkor inkább vállalja a börtönt, csak hát, ha bezárnak, bezárnak, ingyen kapok. Én ezt így vettem, tényleg komolytalanul vettem, a mai napig is hát de komolytalanul. De csak nem került rá sor. Hát tudtam, hogy nem zárnak be úgyse. Ahhoz jó elvtársnak kellett lenni. Ja, igen, tehát hogy az már eleve jó elvtársnak kellett lenni a doktor úrnak, ugye főorvosként, az azért magától értetődő volt. Hát, én lavírozó típus voltam, hát állandóan, hát jó pofát vágtam, hát mi, nem jó elvtárs, hogy legyek, nem, semmi szolgálatot nem tettek neki. De ezekkel a piszkálódásokkal elérték azt, hogy igenis itt hagytam őket, és a nehézséget választottam, nagyon sok nehézségem volt. Ott is pereskedtem a német állammal, az egy tragédia volt, amíg én elismertettem, hogy én német, a bolhából elefántot csináltam, annyi németség van bennem, ugye? Amíg azt el is bepereltem a német államot, több tárgyalás, tanultam a németet, hogy tudjam mondani a mi atyánkot, hogy így neveltek németnek a mi atyánkot németül. Úgy engedtek ki, hogy a gyereket nem vihetem, hogy visszajövök ők, és utolsó este egy nő hívott, meg tudom, hogy miért, hogy menjek le a cukrászdába, beszélni akar velem, és azt akarta mondani, hogy ha nem jövök vissza, akkor bosszút állnak a gyereken. Hát mert akkor, volt ilyen eset. De akkor mégis miért tudtad elvinni egy év után? A Nemzetközi Vöröskereszt kötelezi Romániát. Aláírtak egy szerződést, hogy kiadták a gyereket. Egy év után. Ezt tudtuk. Egy év után kiadták a gyereket. És nem kértek ezért cserébe valamit tőled? Nem. Hát mit kérjenek? Hát román, német állampolgár voltam már. Hát mint német állampolgár... Adjál információkat. Nem kértek semmit. Nem is kerestek meg senki. Semmi a határon, átvettük a gyerek, az anyósom kihozta. Mi jöttünk a határa, még nem tudtunk bemenni, jöttünk a határig. Ott átvettünk, kijött az anyósom is. De hát ahhoz, hogy évenként jöttél vissza, akkor nem kellett? Német állampolgár voltam. Nem volt kötelezettséged? Perrel a német állampolgárságot megszereztem, utána útlevelet kaptam, és mint német állampolgár nem tudtak mit csinálni velem, hát nem nyúlhattak hozzám. Hát itt kezdtem az életet, itt kezdtem az orvoskodást.
egy embertelenül lerobbant lakásszerűség volt, minden higiénes lehetőség nélkül. Még fát is lopni kellett az erdőből. Persze ebben aztán cirkusz volt a falopásban, de itt el lehetett simítani a dolgot. Lovunk volt, de a lónak nem adtak enni hivatalosan a szervek, így hát legelt a kollektív gazdaság búzájába, vagy az árok szélen. Itt elől volt a rendőrség, a milícia és a lakása, utána az orvosnak volt két kicsi luk, és hátul pedig volt a diszpenzár, a rendelő. Aha. Ugye a budi ugyanott volt hátul, mint most, se víz, semmi. Itt volt egy utcai kút, onnan hordta a fél falu a vizet. Jó napot, Csoma Erzsi! Jövök ide magához beszélgetni. Nem, hogy ezt kérdezzem, de hogyha itt ilyen idétlenek Romániában, megsűrsődött a vére, mit tudtok rá ajánlani? Mit csinált a vére? Azt mondta, már a vért vettek, hogy nem tudok, mert nem tudom tartani az egyensúlyt. Azt mondta a doktor, megsűrsödött a vérem. Megszürkült? Sűrűsödött. Sűrűsödött? Igen. Hát sokat kell inni folyadékot, ugye? De láttam, megismert engem, hogy ki vagy. Hogy ne, hát meg itt a doktor. Hát de 54 év elmentem innen, akkor is ismert. A mauta is eszembe jutott, mikor írta a disznótoros káposztaleves. Az volt a kedvencem, a káposztaleves. Igen, hát iszállik minden. A káposztaleves. Minden nap találkoztunk. Minden nap találkoztunk, szomszédokon. Hát nagy lány voltál akkor még. Mi? Nagy lány. Az fiatal asszony. Fiatal, de szép fiatal asszony voltál, én tudom. Gyere, mutassam be neked az én kocsisomat. Jó napot kívánok! Gyere! Tisztelettel! Jó napot kívánok! Eleinte csak egy ló volt, nem volt se saréta, semmi. Utána volt a motorbicikli? Motorbicikli, de volt idő, amikor Sárival jártam ketten lóháton. Ja, igen. Baladéra. Mi? Emlékszel arra? Nem akartam mindent látni. Jó van, de... Az volt a helyzet, hogy semmi nem volt itten. Mi kellett boncoljunk, és azt mondták, hogy kapunk 70 lejt. A mai napig nem fizették ki. Volt Kesteken is, volt egy akcsire, fel volt egy ember a traktorral. Hát minden ilyen. De volt olyan is, hogy várt a rendjére a beteg a váróterembe, és ott halt meg. Azt is fel kellett boncoljam. Megfogyott egy ember, megfogyott a legelőn. Pince meg. Persze, hogy természetes halállal halt meg. Mit csináltak? Csajtok oda minket, hogy menjünk oda nézzük meg. Hát ki nézi az olyan? Itt nálad sokat jártam. Soha nem engedtél fel a padlásra. Jó, amíg a buriba is volt. Ja, most még úgy se. Miért? Azért, mert tele van forgómagra. És megmagolja, doktor úr. Más kacat van, régi kacat. Hát, doktor úr, a kacatokat... Biztos? Kivitte le többet el. Igen. Mangorulótól a doktor úr. De ha én most felmegyek és találok valamit, megegyezünk? Nem. Mi? Szó sem, mert az unokám Münchenben van, és azt mondta, hogy senkinek semmit, mama. Akkor még van valami, látod? Még van valami. Régi. Ez van szép díszítés. Nagyon szép ez kell nekem. Ezt elcsaljuk. Ha tudjuk. Jönnek be az egerek. Mi mit csinál? Na, azt már igazán nem. Csend legyen. Csend legyen! Figyelj! 10 000 euró! Figyelj ide! Zoltán, mikor legény volt, és bontották a házat, sok mindent áthozott, adtam neki. A szomszédok állandóan szóltak... Ezzel mondok valamit a doktor úrnak, most mindjárt? Várjál, a szomszédok szóltak, hogy
Tudom én azt, hogy hordja át a téglát, meg cserevet, meg nem tudom minden. Mondom, hagyj, hordja, egye fenne. Hát most maga is mondja azt, hogy hagyj vigye. Tessék csak várni egy kicsit. Jártunk a fonóházba, tetszik tudni? Itt volt rajta a szösz, vagy a kender, na, rá volt kötve, tetszik tudni? Én rá erre a talpra ráléptem, ült, és jöttem. Ült rajta, ült. Aig lehettem. Sihazott vele, sihazottam vele. Hóba. Nekem minden héten kellett csinálni egy ilyen guzsajtalpot. Van még ott egy, na, de ez nekem az apjától van? Igen. Igen. Nagyon jó emberem volt. A kollektívnek volt az elnöke. Az elnöke, igen. Elnöke. Egyszer Misuval kódorogtunk valahol, és basztó éhesek voltunk, hát nem főzött nekem sokszor senki. És na, ott az édesapjánál tört passzút csináltak szalonával. Igen. Bevágtunk két ilyen nagy tál, vagy három tálat is. Emlékszel? Tört passzút, sült szalonával. Jó nagy csend van a faluban. Hát csend van, de én nem tudom, hogy ott áll egy néni. Leszólítsa. Jó napot, mama! Jó napot, kívánok! Jöjjön már közelebb! Mit csinál? Jó napot kívánok! Kiállottam egy kicsit. Nem ülnek le, régen kiültek a ház elé. Nincs igen, igaz, most már nem ül ki senki, nézik a tévén. Ne mondja, igen. Igen. Na, pedig jöttünk, hogy beszélgessünk egy kicsit Magyarországról, tudja? Onnan jöttünk. Ilyen régi fazekat, ilyesmit találunk még a faluba? Nem tudom. Nem padlásokon, magának nincs a padlásán? Nincsen. Ez ricinus? Igen. Figyeljen csak ide! Kérhetünk magot belőle? Van magja. Van, ez van, meg. Jaj, van itt. De van olyan, ami éret? Van, itt még. Van. Aha. Van, ki itt unokám, azok rendezik. Dávid, azok rendezik? Szabit. És igen. Ők hány évesek? Elmentek a szőlőt. Na ez éretni. Én úgy látom, a zöld. Ez? Vajon zöld? Hát nem. Na híjuk Szabikát. Ha híja Csab, figyeljen csak ide. Tessék. A szomszéd azt volt régi házban, nincs azoknak valami edényük? Nézd, itt valami üregek laktak. Hogy? Most üregek laktak. Hát üregek, nincsen nekik valami nincsen, régi? Mi? Nincsen. Nincsen, nem nincsen, tudja? Nem. És magán ott a padláson valami? Nem, nincs. Mamától kérdeztem, hogy valami régi cserépedény nem kerül a... Összeszedték. A tiszteletes asszony. Ő gyűjti saját maga részére. Saját maga részére, és megmutatja vajon? Kell, akkor tegyen azt így, hogy ilyen mi? Kell, az elég annyi. Köszönjük csak szépen, nagyon, mama! Csak... A papné összegyűjtött hallottam mindent. A tiszteletes asszony gyűjti a cserépedényt. Van ricinus maga. Kísérletezem sok mindennel. Itt a kiwi nagyon kényes, locsolni kell a kiwit, másképp leherva, tönkre megy. És hát a gránátalmával is már régóta kísérletezem, szépen megfogant. Melyik vagy elsősorban? Orvos, gyűjtő, szobrász, vagy... Vagy társ, vagy élettárs. Élettárs, na, akkor melyik vagy elsősorban? Élettárs elsőnek. Uh-huh. Élettárs, ma már, vagy mindig ma így volt? Nem, ma, most annak érzem magam, az a legfontosabb számomra, hogy van egy párom, az a legfontosabb. Most legalábbis úgy érzem. És ezeket a tárgyakat, ezek között élni számomra élmény, örülök neki, végig nézem őket, és mindegyikhez van emlékem. A palusi ember összekötötte a hasznost a széppel, a használati edényeit díszítette, a használati tárgyait kicifrázta. Lehet ez vastárgy, lehet ez kerámia, vagy fafaragás. Itt van például egy ostyasütő. Ez az ostyasütő mindig egy kultikus tárgy volt, mert az ostyát csak is ünnepeken használták. Vallásos
kenyérpecsétek. Erdély egyes részein ez népszokássá vált, mikor lágya tészta sütés előtt belenyomják ezeket a pecséteket. Ezáltal válik szenté a kenyér, iratlan szabály, hogy özvegyeknek van ilyen pecsétjük, nem minden háztartásban van, egy-egy utcában mondjuk van egy, és kölcsön kérik. Mint zilahi fülorgégész orvos megtanultam a plasztikai sebészetet 1970-es évek elejétől orplasztikát csináltam. Tessék, műtét előtt, műtét után, Németországba is, és Erdélybe is. Erre büszke vagyok. Na, mit gondolsz, mi ez? Sejtem, de hát a dokumentumok a Securitate-nak a... Igen. Tudod, hogy mi volt a fedő neved? Mi? Oda van írva. Todor? Tudor? Igen. Fedő nevem, mint micsoda? Mint megfigyelt személy. De megfigyelt, nehogy ma azt mondjad, hogy esugó voltam. Azt tudjuk, hogy milyen álneveken, például amikor Németországban meglátogatták, azt hiszem ezek a vége felé bejelölt dolgok lesznek, akkor... És ennyit foglalkoztak velem? Ja. Akkor igen. Mindig jelentéseket írtak, és különböző álnevek vannak. Ezt kivehetjük. Tehát akik téged meglátogattak Németországban, azokat beszervezték. De mindenkit? Nem tudjuk. Néhány barátom látogatott. Hát a volt kollégáim, a Mezei Laci, akivel most is tartom a kapcsolatot, a Tomonyák Juditik, Bükfalvi Karcsi, ezek a barátaim, akikkel a barátság most is tart, azok vendégek voltak nálam. A hugomék és a családja, ők is. És a szüleimet is kivittem, még éltek a szüleim, és kivittem többször. Intézkedési terv a Tudor ügyben. Megismerni hazai látogatásaikor valamennyi tevékenységét, felderíteni teljes kapcsolatrendszerét. Figyelni a mozgását, különös tekintettel arra, hogy felkeres-e katonai létesítményeket, vagy stratégiai jelentőségű helyszíneket. Azonosítani, majd kikérdezni azokat a személyeket, akiknek a segítségével kerámia tárgyakat visz külföldre. Kideríteni, hogy vannak-e az országgal szemben ellenséges megnyilvánulásai. Végez-e adatgyűjtést, és van-e kapcsolata a nyugat-német nyomozóhatóságokkal. Jelentették azt, hogy milyen anyagi helyzete van, vannak olyan megállapítások, hogy meglepően gyorsan autóhoz jutott, és egyáltalán merre járt, merre mozgott. Azonosítani a hazai kapcsolatait és ellenőrizni, hogy azok nem férnek-e hozzá titkos információkhoz. A célszemély kapcsolatrendszerének összehangolt megfigyelése mellett Voyager-ul, Markú és Erik ügynök megfelelő utasítása. Együttműködés a Bihar megyei szervekkel. Be kell szervezni a célszemély Bihar megyei rokonait, és figyelni kell valamennyi látogatásakor. A megfelelő információs források bevonása mellett mozgósítani kell az S irodát is, hogy országos szinten tudjuk megfigyelni a kapcsolatrendszerét. Most várja, hogy megnyissa a saját kabinetet. Saját rendelőjét. Mit van, én mezei nuszantől nitku doktorum maludia vorbit numaila telefon. Na most ez a mezei, ez most is barátom, de ő, ez mikor volt, hányba? 82-ben. Vagy csak telefonon beszéltem. Source d'informatia, itt vanni. Hát arról van szó, hogy ebben a periódusban ez a doktor Kacpázinakról kirándult az NSZK-ba, és az ismerősök nagy részét meg is látogatta. 3 napot lakott Siposéknál. Mindent tudtak, ami történt velünk, de hogy honnan. A célszemély kapcsolatrendszere mellett a T-módszer lehetőségeit is használni kell. Hát ugye az információs... Na itt van Elekes József. Ez a sógorom. Vannak ilyen jellemzések, ahol leírja, hogy ki ez az Elekes József, kinek a fele, itt van a felesége, Elekes Irén. Irén. Ő kinek a fia és a lánya, hol laknak, milyen körülmények között, hol születtek, és így tovább. Tehát gyakorlatilag, hogyha valaki a látókörükbe került, akkor leírta, felvették a jegyzőkönyvet, és leírták, hogy mit érdemes róla tudni. Itt van Király, na. Király, Bükfalvi, Mayer, ezek mind a barátaim, orvos kollégáim, barátaim.
jelentik, hogy csokoládét küldött a gyerekeinek. És hogy azt mondta, hogy Münchenben van egy magyarok szövetsége, ahol ő is meg volt hívva. Mármint kicsoda? Azt hiszem, hogy ön. Igen. Volt meghívva, igen. Szilveszterre. Hányban volt ez? Igen. Honnan tudtak ilyeneket? Na ez az, ugye. Itt még van egy érdekes megállapítás önről, hogy nem adott és nem is fog nyilatkozni a Szabad Európa Rádiónak, mert azt szeretné, hogyha nyugodtan gyakorolhatna a mesterségét, és nyugodtan hazajárhatna, mert tudja, hogyha ott propagandát fejt ki, akkor nincs semmi keresni való az országba. Így igaz, de ezt ki mondja? De bajtól szerintem jön ez? Nem, ez már a doktor Siposról szól. Nem, én azt hiszem, hogy az összegzése a Németországban azoknak az információknak, amelyeket ez a Toje Petru begyűjtött a Németországba látogatóktól. Varga Ágota vagyok, jó napot kívánok! Mikor szükség volt arra, hogy önt megkérdezzék, hogy úgy mondjam, hogy mi is történt Németországban, kivel és hogy beszélgetett, akkor ez önnek teljesen természetes volt, hogy erről be kell számolnia? Ez nem hiszem, hogy ez telefontéma, amit tudok mondani, hogy akárkit megkérdez, amikor adták az útlevelet Sipos doktornak is, nekem is, bárkinek, ő is volt, ugye voltunk, akkor az ember, mert az útlevelek nem nálunk voltak, hanem a rendőrségen. Kapták, akkor az embert leültették, és tisztelték, mondták, hogy kell viselkedni, külföldön, kész. Mikor visszajött, akkor oda tették, hogy írja le, hogy kivel találkozott, és kiteszett, kész. Ez az egész. Ezt mindenkivel megcsinálták. Ez a legártatlanabb dolog, amit beszélt itten, hogy valóban mindenki be kellett számoljon. Nem ez a bűne az, hogy ő rendszeres besúgó volt. Ő rendszeres besúgó volt, ezekből a papírokból kiderül, hogy ő feladatot kapott, hogy engem figyeljen meg. Javasoljuk, hogy folytassák a munkát. Utasítsuk Marku és Voyageról ügynököket, hogy találjanak kompromittáló adatokat a célszemélyre vonatkozóan. Állandó kapcsolatban volt ugye a Securitate-val, a Voyageról fedőnével, és amikor én megjelentem Erdélybe, illetve Zilahon, akkor őt azonnal értesítették, hogy kontaktot vegyen fel velem, és próbáljon beszélgetni. Azért a súlyosabb erkölcsileg az ő magatartása, mert ő nem kényszerből súgott be, hanem bizonyos előnyök eléréséért. 1981. február 17-én találkoztunk a Voyageról fedő nevű forrással, aki a következőket jelentette. A forrás több alkalommal találkozott a Zilahi Tóth Rozáliával, aki az NSK-ban élő dr. Sipos anyósa. A beszélgetésekből kiderült, hogy a nő férje beteg, és nem sokára meghal. Ő az az orvos, aki beutalta az apósomat, amikor az már hát súlyos betegségbe szenvedett, az elméje nem volt már épp, és kikérdezett mindent, hát nem lehet más. Igen, csak képzeld el, hogy nincs neki dossziéja. Kikértük a Securitate-tól. Mindig a felszínen mozgott, valószínűleg meg el tudta intézni, hogy a dossziéját kiemelték, ugye megsemmisítették. Elképzelhető. Bună ziua! Sunt Marta Iuja din Budapesta și vă deranjez pentru că noi acum lucrăm pe un film despre domnul József Sipos, dacă vă amintiți de el. Că a fost medic, da? Medic militar? Nu, în spital. Deci nici n-am auzit de el, doamnă. Dar cine v-a trimis la mine, cred că a crezut că este 1 aprilie să facă o glumă. Că sunt medici de naționalitate maghiară destui la spital și cred că o să vă poată da relații despre dânsul. Eu nu-l cunosc, n-am auzit el. Dumneavoastră nu ați lucrat la Securitate? Nu, doamnă, nu. Eu am lucrat la Prozar. Annak idején én megpróbáltam tényleg felvenni a kontaktust vele, elzárkózott,
és mindenki azt mondta, hogy úgyse fog szóba állni, annál okosabb ember ez sem, mint hogy bedőljön ilyen mesének. Az, hogy ő nem ismer engem, operáltam a kislányát, otthon látogattam a gyereket nála, akkor pénzt akart a zsebembe dugni, nem fogadtam el, szinte birkoztunk, és most is az eszembe van, hogy milyen izmos ember volt, megfogtam a bicepszét, és nagyon kisportoltnak tűnt Iván. Na, hát biztos megvannak azok a védelmi reakciói, hogy mire mit mondjon. Tehát ez a Popeszkolén utca idézőjelben, ez valakinek a fedőneve. Ezt a feljegyzést, ezt a Len utca ezek szerint a korábban megbeszélt feladatok szerint írja meg és teljesíti. Egy Trentál nevű gyógyszerdobozán az NSK-ból küldték 4-5 napja, találtam egy dr. Sipos József által tintával írt üzenetet. Ez a legjobb gyógyszer ebben a rohadt kapitalizmusban. Az üzenetet Tóth Rozáliának vagy dr. Kacnak küldhették, aki látta a dobozt és kivette belőle a használati utasítást. Én úgy tettem, mint aki keresi, és az öreg mondta, hogy dr. Kac vette ki. A dobozt és az üzenetet dr. Laci is láthatta. Megállapítom, hogy ez jelzi a vámon lévő ellenőrzés hanyagságát, hiszen más üzenetet is becsempészhettek volna ezzel a módszerrel. Volt asszisztensnőmet, tudom sejteni, akit elküldtek az anyósomhoz, hogy érdeklődjön, mikor kint maradtam, és azzal a taktikával éltek, hogy gyógyszerre van szüksége, és én szerezzem be nyugaton a gyógyszert, és küldjem el neki. Alo, bună ziua, sunt Marta Iuja din Budapesta. Da. Ați avut relații bune cu domnul doctor? Da, relații de servici bune, foarte bune. Uh-huh. Și cu familia? Cu familia nu am avut, că nu prea am cunoscut-o nici pe doamna, nici pe prima, nici pe a doua. Și pe socră? Nici. Aha. Mi úgy találkoztunk, mint jó barátok, most is. Ajándékot kaptam tőle, megvendégelt. Ezek a valóságok, ugye, ezek az erdélyi valóságok. Nagyon összekuszálódnak, összefonódnak a szálak, a barátság és a besúgás. Na most az ő esetében, mint jó román, hát az kötelessége volt megfigyelni egy magyart és besúgni. Nekem senki nem ártott. Nekem senki nem ártott. Én mentem a magam útján. Egy kisebb karikát, tehát egy ilyesmit. Bár ez a vékony sem rossz, mert minden végtagja is olyan. Várjál, de fogd meg így egy kicsit, így kézzel. Mert így kisebb a távolság alul. Hát épp precízen rajta van, nem? Így néz ki újonnan, sokkal jobb, igaz, fiúk? Lássuk. Sokadik Krisztusom. Darabokból van a melle, jelképezi, hogy össze van törve, a bordái kiállnak. Itt van egy fa Krisztus, a fej nagyjából megvan, még a kezekkel, karokkal valamit csinálok. Neked beaplikáltad oda? Igen, igen. Szépen lecsiszolom. És egy ilyen szoknya fedi a lábat. Nem azért csinálom a Krisztus, mert csak azt tudok, hanem valami belső indíték van a misztikus dolgok iránt. Nem vagyok olyan nagy hívő se, hogy tisztán vallásos alapon csinálja Krisztusokat. Hát a téma vonz, mint olyan. Itt van a déd nagyapám és a déd nagyanyám.
és az egyik lányuknak a esküvőjén készült 1911-be. Na most 16 gyereket szült ez az én dédnagyanyám. Felnőtt korukban Felvidékről vándoroltak oda Arad környékére, és ott egzisztenciát alakítottak. Kezdetben, mint vándorkereskedők, később üzletet nyitottak, házat építettek. Ennek a 16 személynek az utódai szerte az országba orvosok, tudósok, néha összeülünk részben, és büszkék vagyunk arra, hogy tehetséggel áldott meg az ég valamennyiünket.